Itt már szokásos heti edzésüket tartják a szekszárdi Gemes Judo Klub versenyzői, hiszen készülni kell az újabb megmérettetésre. A Tolnai megyeszékhely csapatának a sportolói október első hétvégéjén már tatamira léptek a Pakson megrendezett bajnokságon, amin 7 ország több mint 850 versenyzője vett részt, és ahol a szekszárdi klub tagjai kiemelkedően szerepeltek. Az elején nagyon izgultam, de aztán az elmúlt, és mikor föléptem a szőnyegre, akkor előteljesnek éreztem magam, és hogy úgy éreztem, hogy mindenkit le tudok győzni, és ez így is lett. A kétnapos rendezvény első napján a diák korosztály versenyzői csaptak össze a tatamin, majd a Magyar Kupa után következtek az országos bajnokságok. Vasárnap pedig már a serdülő és ifjúsági korú dzsúdósok folytatták a már nemzetközivé duzzadt mezőnyt. A szekszárdi klub versenyzői a diák A és B korosztályos összecsapásokban értek el kimagasló eredményeket. Beke Csongor és Fülöp György külön súlycsoportba indult, és esélyt nem adott a többieknek. Ugyanez elmondható 54 kilóba kiindult Csimo Máté. Nekem meggyőződésem, ez körülbelül fél éve, egy éve folyamatosan mondom, hogy ők eddig is a súlycsoport legjobbjai voltak. Mind a hárman voltak már országos bajnokságon dobogósok az előző években, de mind a háromnak most sikerült fölmenni a csúcsra, tehát ők országos bajnokok lettek. A következő megmérettetés Szegeden lesz, ahol ifjúsági B magyar bajnokságon teszik próbára magukat a Gemes Judo Klub versenyzői.